Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Én Bányai Árpád vagyok, és kollégámmal Kis Milánnal a Technológiai Tudásnap záróakkordját fogjátok látni, amely a Hungarian Azure User Group meetup sorozata is egyben. Biztonságos távoli munkavégzés és Zero Trust lesznek fókuszba, és az ezzel kapcsolatos Microsoft technológiák, nagyon sok demo, kevés szlád, egy remélem mindenkinek tetszeni fog. Kis Milán kollégámról annyit kell tudni, hogy ő field mérnök, és Security és Identity a szakterülete. Jól mondom, Milán, ugye? Abszolút, egyébként jól mondod, igen. Köszi, Milán, és hát jó magam pedig technológiai szakértő vagyok a Microsoft nagyvállalati üzletágában, és igazából most már 2-3 éve csak security-vel foglalkozom Microsofton belül, mert akkorára duzzadt ez a terület, hogy erre kellett egy külön szerepkör nálunk, és picit abban szeretnénk titeket belekalauzolni, hogy a Microsoftnak milyen olyan megoldásai vannak, amelyek ezt a Zero Trust és a távoli munkavégzést tudják támogatni. No, akkor csapjunk bele. Igazából modern App Access versus VPN, ezt a témát szeretném egy picit kivesézni, hogyha lényegében a távoli munkára gondolunk, illetve a távoli munkavégzésre, ez ugye nem egy új találmány, hát az, amióta létezik a világ azóta, legalábbis modern számítógépes világ azért ez létezett régebben is. De mi változott? Ugye megváltozott az a munkakörnyezet, ahogy dolgozunk, megváltozott az a munkakörnyezet, ahogy élünk, sokkal rugalmasabb lett, sokkal több lett az eszköz, sokkal több lett az otthoni munkavégzés, főleg így a pandémiának következtében, és nagyon sokan kényszerültek arra, vállalkozások, akár magánszemélyek is, hogy ennek a kihívásnak megfeleljenek a modern korban. Szóval VPN versus modern App Access. Ugye a VPN már tök régóta létezik, én kb. Amióta az IT-ban vagyok 15 éve, azóta is létezett VPN. Viszont én azt gondolom, hogy ez fölött egy picit már eljárt az idő olyan értelemben, hogy nem biztos, hogy a VPN meg tudja adni azokat a lehetőségeket, vagy meg tud küzdeni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a modern világunkban találkozunk. Csak nagyon sematikusan és egyszerűen szeretném lerajzolni az ezzel kapcsolatos problémákat. Ugye, amikor VPN-ről beszélünk, akkor gyakorlatilag egy védett csatornát húz ki a VPN szerver felé, gyakorlatilag a végpont. Ugye tegyük fel, hogy ez egy végpont, amely otthon csücsül, távolról dolgozik, stb. De mi történik ilyenkor? Általában a VPN-eknél a vállalat szereti azt, hogyha a teljes kontroll vagy a teljes hálózati forgalomnak a kontrollja az valamilyen szinten ezen a VPN szerveren, vagy a proxyn, vagy a belső hálózaton múlik. De tegyük föl, hogy ez a user, ez mondjuk itt a webben szeretne elérni valamit. Most általában tipikusan ilyenkor ahelyett, hogy ezt direktbe így megtenné, ehelyett ő fogja és belemegy ebbe a VPN tunnelbe. Ezt duplán rajzolom, és ezt is egy tunnelként rajzolom le, hiszen általában ez is valami titkosított forgalom. Na most itt kezdődik az első probléma, hogy kétszer titkosítunk, tehát a VPN így is le van titkosítva általában valamilyen. Na, ugye a VPN nagyon sokat fejlődött, L2TP, PPTP, egy csomóféle verziója van, már a legtöbb az valamilyen HTTPS protokollon megy, de ettől függetlenül dupla titkosítást csinálunk, ugye ez is okozhat adott esetben performancia problémákat. Most bejön ide ez a kis kérésünk, aztán ha tegyük fel, hogy ez egy webes kérés, akkor jó eséllyel ez még beesik egy proxyra. Na most, hogyha ez beesik egy proxyra, és ott még mindig van valami kontroll, akkor ezt még autentikálni is kell. Tehát valószínűleg itt lesz még egy forgalom a domain controller felé, és egészen utána fogunk csak eljutni ehhez a szegény kis szerverhez. Hát ugye, ha megnézzük, itt hány útvonalat járt be a kis kérésünk, az jóval több, mint hogyha ezt direktbe tenné meg. Rád, ez még azt mondom, egy sima weboldalnál még nem is lenne akkora nagy probléma, de tegyük föl, hogy ez az alkalmazás mondjuk egy Teams, ami streaming videó és hanghívást igényel, na hát ott aztán az egész ez borulhat, hiszen ha ez így bemegy, és itt elkezd pattogni, legyen az hang vagy videó, akkor az elég jelentősen rombolhatja a user élményt.
Ezért azt gondoljuk, hogy igazából ezt a klasszikus megoldást, hogy mindent a VPN csatornába terelünk be, ezt egy picit challenge-elnénk azzal, hogy egy modernebb megközelítésbe tesszük be. Ezt a modern megközelítést, ezt a conditional access fogja biztosítani számunkra. Lényegében ezzel fogunk egész előadásunk alatt foglalkozni. Na most, nézzünk egy nagyon egyszerű példát. No, hát amit itt láttok, az egyébként egy klasszikus Microsoft 365 ökoszisztémában lévő app portál, ahova ki lettek tűzdelve szépen az applikációk a felhasználónak. Ugye ez a felhasználó, amikor ide belépett, valami hitelesítésen ment át. Ezt a hitelesítést egyébként az Azure Active Directory adja. Itt van egy csomó ilyen beépített alkalmazás, OneDrive, kalendár, Teams, stb. És van néhány olyan is, ami így kicsit azért kilóg ilyen kakuktojásként, Kerberos, OVA, On-Prem. Na most mi van akkor, hogy én ráklikkelek erre az OVA On-Prem-re? Ugye már sejthető egyébként, hogy itt ez valami on-premise, vagy legyen magyarul földi alkalmazásnak az erésését fogja jelenteni. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy semmi extra, én elérem gyakorlatilag ennek a usernek a földi mailboxát. Tegyük fel, hogy ezt a usert még nem migráltuk meg, ez egy földi exchange-es elérés volt. Lényegében ezt a user élményt biztosítjuk ilyenkor a felhasználónak, hogy egy úgynevezett Azure Application Proxy-n keresztül valósul meg, mindenféle VPN vagy egyéb publikáció nélkül. Lényegében el tudtuk érni, hogy gyakorlatilag a földi alkalmazásom megjelenjen itt ebbe az app listában, és ezt ugyanúgy érjem el, mint mondjuk egy bármilyen Office 365 alkalmazás. Ugye ez egy klasszikus elérés volt. Annyi történt itt előtte, amit most egyébként nem láttatok, hogy amikor beléptem erre az app portálra, volt egy kétfaktoros hitelesítés, és ezt a kétfaktoros hitelesítést már nem kellett megismételni, hiszen single sign-onnal újra beléptem. Tehát nagyon leegyszerűsítve, hogy mondjuk kétfaktoros hitelesítést szeretnék egy földi alkalmazásnak, mint például az OVA-nak, azt a conditional access-szel nagyon egyszerűen és könnyen meg lehet oldani. Nézzünk egy másik példát, amikor ez a conditional access egy picit emeli a biztonsági kontrollt, mégpedig egy olyan esetet nézünk meg, ez már egy úgynevezett menedzselt gépről fog történni. Itt csak annyit jegyezzetek meg, hogy ennek ugye fekete a háttere. Az előző hozzáférés az egy külső portálról, vagyis egy hát, teljesen nem menedzselt gépről történt. Ebben az esetben annyi a különbség, hogy amikor a portálra belépek, akkor gyakorlatilag nincsen semmiféle kétfaktoros hitelesítés, hanem direkt belérem, hiszen ez egy adott esetben belső hálózaton csücsülő, menedzselt gép. Nézzük meg, hogy mi történik abban az esetben, hogyha ez a hozzáférés valamilyen oknál fogva egy kicsit kompromitált IP címről jön. Na most ezt a kompromitált IP címet én most így az egyszerűség kedvére egy Tor böngészőből fogom elvégezni. Tehát annyit fogok csinálni, hogy gyakorlatilag ugyanehhez a portálhoz, ahova egyébként teljesen standard módon erről a gépről méghozzá két faktor nélkül simán hozzáférek, megpróbálom torböngészőből megnyitni. Torböngészőről csak annyit kell tudni esetleg azoknak, akik nem ismerik, hogy ugye anonimizálásra használt eszköz, az IP címeimet, meg az anonimizációmat tudja adott esetben biztosítani. Most ezeknek a kimeneti IP-je általában ismert az Office 365 környezetben. Megpróbálok belépni. Itt már annyi a különbség, hogy egyből kér egy pop-upot, tehát a single sign-on az már nem megy. Nézzük meg, hogy mi fog történni. De ugyanazzal a userrel jelentkezem be egyébként, mint akivel a másik böngésző ablakban. Nézzük, hogy mi történik. Hát bizony nem enged engem bejelentkezni, és kapok egy érdekes kis hiba üzenetet, megpróbálom ezt kinagyítani valamennyire. És itt hát nézzük meg, hogy mi a hiba. Ugye én tudom, mi a hiba nagyjából, de majd ezt meg fogjuk vizsgálni együtt is, úgyhogy én annyit csinálok, hogy ezt a request ID-t, hogy majd Milán, aki így adott esetben tegyük fel, hogy az adminisztrátora ennek az egész
dolognak itt a háttérbe, ezt majd meg fogja vizsgálni nekünk egy picit alaposabban, úgyhogy Milán, annyit csinálok, hogy bedobom ide a chatbe. Köszönöm szépen, rendben van. És Milán ezt a request ID-t, ezt egy picit körbe fogja járni, úgyhogy be is dobom neked ide, Milán. Tehát lényegében itt az történt, hogy nem statikus módon döntöttük el, hogy ennek a usernek szabad vagy nem szabad, és nem az alapján döntöttük el, hogy neki a gépe megbízható vagy nem megbízható, hanem történt valami itt a háttérben, ami miatt ez a bejelentkezés, ez kapott egy risk flaget. Ez a risk flag most jelen esetben azt jelentette, hogy ezen a risk flaggel ellátott requestet mi egyszerűen eldobjuk, majd egy picit később Milán megmutatja, hogy a motorháztető alatt mi van, és mi volt az, ami ezt okozta lényegében, és hol tudtam én ezt fölkonfigurálni. Jó, egy másik példát szeretnék nektek mutatni, ami szintén egy olyan hozzáférést jelent majd vissza háttérben, egy másik userrel lesz, egy olyan hozzáférést jelent majd, ami szintén egy nem menedzselt eszközről fog történni, viszont ebben az esetben annyi lesz a különbség, hogy amellett, hogy ugye az egyik usernek, akit az elején mutattunk, azt mondtam, hogy ott csak egy sima két faktoros hitelesítés volt, itt egy kicsit plusz egyéb kontrollt is beleviszünk a történetbe. Tehát nem elégszünk meg azzal, hogy egy kétfaktoros hitelesítést kell végrehajtani a adott esetben az adott usernek. Tegyük fel, hogy ezt most a OneDrive appot szeretné elérni. Jön is nekem itt az MFA. Közben a telefonomon ezt jóvá hagyom. Live-on megy az egész, remélem minden működni fog. Jó, működik. Jó, és akkor itt már egyből láttunk egy érdekes feliratot, ami arra utal, hogy itt valami plusz kontroll van. Na most ez az, ami ezt csinálja, ez a Cloud App Security nevű komponense a Microsoftnak. Ez annyit csinál, hogy gyakorlatilag Conditional Access segítségével meg tudom adni azt, hogy bizonyos alkalmazások elérését pluszban monitorozza, és egy úgynevezett session controlled réteget tegyen föl mögé. Most egyelőre ebből csak ennyit láttunk, és most ugye annyit mutatok meg, hogy ebből mi a user élmény. A session control azt fogja jeleníteni, hogy ezt a teljes session gyakorlatilag olyan, mint átproxiznánk egy ilyen felhős proxy, itt egyébként meg is változik ilyenkor az URL-je, tehát nem sharepoint.com lesz a vége, hanem cas.ms, és ennek az lesz az eredménye, hogy a portál teljesen ugyanúgy néz ki, viszont lesz benne egy-két ilyen egyéb extra kontroll. Na, milyen extra kontrollok? Például mondjuk tegyük föl, hogy az volt az IT biztonsági policy, hogy nem menedzselt gépről megengedem a hozzáférést bizonyos portálokra, de nem szeretném, hogy idegen gépre letöltögessenek a usereim fájlokat, de mondjuk szerkeszteni azért megengedem. Na, nézzük meg, hogy ez hogy lett megoldva. Gyakorlatilag itt van mondjuk egy fájl a OneDrive-omon, ezt hogyha le akarom tölteni downloaddal, akkor puff, ezt nem hagyja, dob is egy ilyen üzenetet. Egyébként ezeket az üziket is nagyon szépen customizálni lehet. Nézzük meg, mi van, hogyha megnyitom ezt a fájlt. Belemegyek magába a fájlba, és hát lényegében az Office Online-ként megnyílik itt szépen a háttérbe. Tehát egyébként ezt a fájlt még azt kell, hogy mondjam, hogy tudja is szerkeszteni a user. Most egy picit itt megpróbálok valamit belefirkantani. És gyakorlatilag a szerkesztést azt megengedjük, de minden egyéb ilyen dolgot, ami mondjuk a letöltést végezné el, azt nem. Milyen ilyen egyéb dolog lehet? Hát mondjuk nyomjunk egy copy-paste-et innen. Jó? Tehát fogom és kijelölöm az egészet, és akkor azt mondom, hogy ezt a Hello World-ot, ezt mondom neki, hogy copy. Jó? Megnyomtam a copy-t, action blocked. Nagyon szép. Ugye nagyjából ezt várta el egyébként az IT biztonság, ne lehessen copy-paste-ezni, ne lehessen letölteni. Nyilván le tudja fényképezni, de mondjuk az ellen sok mindent nem lehet azért tenni, meg is tudja jegyezni, ugye ezeket mindig így el szoktam mondani, ilyen DLP-szerű megoldásokat, de azt kell látni, hogy gyakorlatilag ez már ilyen DLP-szerű megoldást biztosít a háttérben, és még egy nagyon érdekes dologra szeretném fölhívni a figyelmeteket, mégpedig arra, hogy itt egy ilyen kis pop-up jött itt föl közben,
és ez a pop-up valami üzenetet rejt. Azt mondja nekem, vagy azt sugallja, hogy az én, ez az organizáció azt javasolja, hogy ez egy szenzitív file. Na de mi alapján gondolja azt, hogy szenzitív, még, sőt, még azt is mondja, hogy ennek a címkéje ez a Confidential PII legyen. Annyi háttérsztorit azért elmondok itt, hogy én beállítottam azt, nagyon leegyszerűsítve itt azt a DLP működést, hogyha az a szó szerepel benne, hogy anyja neve kettős pont, vagy ennek mindenféle variációja, akkor egyszerűen dobjon egy ilyet, és ezt azért állítottam be így, mert attól, hogy még ez benne van, nem biztos, hogy egyébként ez egy bizalmas adat, mert lehet, hogy csak egy üres űrlap, úgyhogy ezt úgy oldottuk meg, hogy ilyen user-friendly módon ki lett be vezetve, ezt el tudja fogadni egyébként a user, vagy azt mondja, hogy nem érdekel, és akkor ezt most nem fog megváltoztatni. Ez csak egy példa arra, hogyan lehet ilyen user-friendly klasszifikációt implementálni. Na de most nézzünk be egy picit a motorháztető arrára. Most egyelőre ugye a user élményt láttátok, és akkor átadom a szót és a képet is Milán kollégámnak, aki megmutatja nektek, hogy ez admin oldalon egy kicsit hogyan néz ki. Rendben. Hogyha mindenki látja, akkor mehetünk is igazából tovább. Addig közben el fogom mondani azt, hogy amiről Árpi beszélt, egy picikét megnézzük teoretikus szempontból, de megígérem, hogy ez nem lesz hosszú. Megnézzük teoretikus szempontból magát az application proxy-t, megnézzük magát a conditional access-t, és utána mindegyiket meg fogjuk nézni élőben is. Tehát magán a portálon Árpi bejelentkezéseit validálni fogjuk, megnézzük, hogy a felhasználónak milyen lehetőségei vannak. Tulajdonképpen áttekintjük azt, hogy maga az Azure Active Directory stackjének ezen része pontosan mire képes. Látja mindenki gyakorlatilag akkor a jelenleg megosztott tartalmat, úgyhogy akkor el is indulnék. Ugye volt egy kis fekete mágia az elején, amikor is RP egy olyan alkalmazás mutatott, ami gyárilag egy on-premises alkalmazás. Ez ugye az OVA volt. Maga a VPN megoldás az általában pont egy ilyen helyzet miatt szokott megszületni, hiszen egy belső alkalmazást kellene valamilyen módon elérhetővé tenni több ember számára, olyan emberek számára, akik nincsenek a vállalat belső hálózatában. Ugye a pandémia miatt tulajdonképpen majdhogy nem az informatikai dolgozók, sőt a nem feltétlenül csak informatikai dolgozók nagy része is a vállalati hálózaton kívülre szorult. Viszont ugye láttuk, hogy nem feltétlenül a VPN a legjobb megoldás, ez a publikált alkalmazás, ez egy nagyon szimpatikus feature, egy nagyon szimpatikus szolgáltatása magának az Azure Active Directory-nak, hogy is működik. Ugye látható itt jelenleg a képernyőn, hogy van nekünk egy felhasználói oldalunk, aztán van nekünk egy Azure Active Directory oldalunk, és a szaggatott vonallal jelzett határokon belül pedig van nekünk egy on-premises, egy klasszikus on-premises oldalunk. Nézzük meg egy picikét, hogy hogyan működik ez a dolog. Ugye a felhasználó, amikor elmegy az applikáció irányába, vagy elmegy az Azure Active Directory My Applications szájtjának az irányába, akkor először is az történik, hogy kap egy Azure Active Directory sign-in page-et. Ezen a sign-in page-en a felhős adataival be fog kelleni jelentkeznie. Természetesen, ahogy már említettük, vagy Árpi több ízben említette, conditional access policy-kkal tudjuk szabályozni azt, hogy pontosan ez a bejelentkezés milyen biztonsági szint mellett történik. Kell-e MFA? Nem kell MFA. Csak menedzselt eszközről tudunk bejelentkezni, vagy esetleg nem menedzselt eszközről is. Ugye ezen szabályok döntenek arról, hogy a bejelentkezés milyen módon történjen, viszont hogyha ez megtörtént, fogunk kapni egy biztonsági tokent, és ezt a biztonsági tokent az eszköz visszakapja. Amennyiben ez megtörtént, ezzel a tokennel már el fogunk tudni menni az Azure Active Directory-ban futó Application Proxy szolgáltatás irányába, aki a token megkapását követően ezt szépen ki fogja bontani. Ki fogja bontani annak érdekében, hogy adott esetben szükség szerint on-premises hitelesítést is tudjon vele végezni, kiveszi belőle a user principal nevet, illetve kiveszi belőle a security principal nevet is, majd ezt követően ezt a requestet továbbítja a földön futó application proxy konnektornak. Itt egy pillanatra álljunk meg. Általában az IT-biztonság egyik legnagyobb félelme az az szokott lenni, hogyha valamit a vállalaton kívülre is elérhetővé kell tenni, azaz meg kell nyitni a vállalat külső lábát tulajdonképpen a befele áramló adatok számára. Az Azure AD Application Proxy esetén ez nem így van. Maga az Application Proxy konnektor, ami az egyetlen on-premises eleme ennek a szolgáltatásnak, az bár bent ül a vállalatban, de nem kell kifele publikálni. Ő állandóan és folyamatosan figyel egy queue-t kint a felhőben, és hogyha abban a queue-ba valamilyen request érkezik, akkor ő azt onnan ki fogja venni, fel fogja dolgozni, és az eredményét vissza fogja rakni. Tehát ez azt jelenti, hogy kommunikáció kizárólag bentről kifele fog történni. Ugye most is ez van, hogy amennyiben megkaptuk a user principal nevet és a security principal nevet, úgy tulajdonképpen
fogunk tudni egy single sign-ot végezni az Application Proxy Connectorról a felhasználó nevében, és hogyha ez megtörtént, akkor el fogjuk tudni az eredeti kérést küldeni a webszerver irányába. És ezt követően pedig a response, tehát a választ vissza tudjuk küldeni a felhasználónak. Tulajdonképpen egy olyan publikációs szolgáltatásról beszélünk, ami nem a klasszikus módon működik, és ráadásképpen magának a funkciónak a teljesítésén kívül ugye fel tudjuk ruházni azokkal a funkciókkal, amitől az Azure Active Directory biztonsági szempontból teljes mértékben az élvonalba tartozik. MFA-t tudunk hozzátársítani, Condition Access Policy-kkal tudjuk erősíteni ennek az egésznek a security-ét, tehát ebből a szempontból nagyon-nagyon komfortos és jól üzemeltethető. Egy picikét szeretnénk beszélni, mielőtt tovább megyünk majd konkrétan a Conditional Access-re, egy picikét szeretnénk beszélni az egyik alapelvünkről, amelynek alapján maga az egész Azure Active Directory Identity Stack-je működik. Ez pedig az úgynevezett Zero Trust Principle, vagy Zero Trust alapelv. Az a helyzet, hogy ezzel nem találtunk ki semmilyen új dolgot, én igazából azt mondanám, hogy egy picikét talán a kor követelményeihez, illetve a kor által nyújtott challenge-ekhez igazítottuk ezt az egész alapelvet. Miről szól ez? Tulajdonképpen arról szól, hogy minden bejelentkezést nagyon-nagyon szigorúan átvizsgálunk, és minden bejelentkezést igazság szerint nem fogunk feltétlenül jóindulatúnak tekinteni, tehát gyanúsnak fogunk tekinteni egészen addig a pontig, amíg ennek az ellenkezője be nem bizonyosodik. Milyen módon történik ez? A bejelentkezés követően minden adatot validálni fogunk. Tehát ez azt jelenti, hogy megnézzük, hogy a felhasználó identitása valóban hitelt érdemlően bizonyítható-e, honnan jelentkezik be a felhasználó. Ugye erre láttunk élő példát is, aminek még egy picikét majd utána fogunk menni RP oldaláról. Megnézzük, hogy a bejelentkezés egészséges eszközről történt-e. Megnézzük azt, hogy adott esetben valamilyen anomáliát fel tudunk-e benne fedezni. Egy másik nagyon komoly probléma is a cloud igazából ezt a problémát úgy mondanám, hogy nem megszülte tulajdonképpen, vagy előhozta, de mindenféleképpen előtérbe helyezte. Ugye a Microsoft mindig is vallotta a Least Privilege Access alapelvet, ami azt jelenti, hogy minden felhasználó számára csak annyi jogot biztosítsunk, amennyi feltétlenül szükséges. Na most, amennyiben ezek a felhasználók infutnak a cloudban, ez talán még nagyobb problémát okoz. Éppen ezért, hogy ezek, vagy ezen szempontból is biztonságban legyenek az identitásaink, van jó néhány kontroll, amit tudunk alkalmazni, just-in-time access, tehát csak addig legyen egy felhasználó egy bizonyos joggal felvértezve, amíg erre valóban szüksége van, just-enough access, ugye szigorúan csak azokhoz az erőforrásokhoz férje hozzá, amelyekre ugye szükség van, risk-based adaptive policies, ugye lehetett látni, hogy RP bár egy olyan gépről indult el, ami teljes egészében menedzselt, de mivel a böngészőjéből kifolyólag ugye egy kockázatos bejelentkezés végzett el, az Azure Active Directory megtagadta a bejelentkezést, illetve meg is állította azt. Miben más egyébként ez a megközelítés, most ami Microsoftnál van, mint ami mondjuk az elmúlt 15 évben történt? Ugye az Zero Trust az egy picit azért már, nem azt mondom, hogy lerágott csont, tehát mindig újra születik hanvaiból, de ez létezett ez a koncepció. Miben más a miénk most egy kicsit, mint ami eddig volt? Én azt mondanám, hogy talán egy kicsikét más a fókusza. Valóban, Árpi, ezt nagyon jól mondod, ez létezett már. Én azt gondolom, hogy talán a fókusz a 10-15 évvel ezelőtt az inkább a hálózat irányába tolódott. Tehát mindenféle, úgymond, kockázatot, azt megpróbáltunk a hálózat szintjén értelmezni. Azonban, és ez nem feltétlenül csak a pandémia miatt van így, hanem talán egy kicsikét a cloud elv előtérbe kerülése miatt is változott ez meg ebben a formában. Én azt gondolnám, hogy a hálózat az többé nem tekinthető security periméternek. Nem azt jelenti, hogy nem fontos, természetesen ugyanúgy fontos, illetve ugyanúgy figyelmet érdemel, de én azt gondolnám, hogy talán az identitás, a felhasználó identitása lesz az az asset, az az eszköz, amelyet védeni kell. Én azt gondolnám, hogy a Microsoft oldaláról ebben vagyunk mások, hogy itt kifejezetten a felhasználó identitását fogjuk korcső alá venni, illetve ezt fogjuk folyamatosan vizsgálni. Nem tudom, hogy te meg tudod-e osztani a te személyes tapasztalataidat ezzel kapcsolatban. Hát igazából, ahogy értem, Milán, itt a mi megközelítésünk az az, hogy igazából tök mindegy, hogy honnan jössz, milyen hálózati szegmensből, ugyanazokat a kontrollokat fogjuk rád vonatkoztatni, mint hogyha egy teljesen idegen eszköz lennél. Ugye személyes tapasztalat, ugye ezt mi is használjuk már itt a Microsofton belül, illetve részt vettem én is pár ilyennek a bevezetésébe. Azt kell mondjam, hogy egyrészt a felhasználók szeretik,
tehát szeretik azt, hogy nincsenek feltétlenül mindenáron bekényszerítve VPN-be, szeretik azt, hogyha bizonyos dolgokat megengedünk azért akár privát, saját használatú eszközökről is. Egyébként én is, mint felhasználója ennek a Zero Trust élménynek itt a Microsofton belül, ugye nagyon sokat transformálódott ez nálunk is, ahogy mi működünk, mint Microsoft. VPN volt nálunk is nagyon sokáig, aztán elment egy másik irányba, most igazából nagyjából az van, hogy természetesen meg vannak különböztetve a menedzselt és nem menedzselt gépek. Limitálva van az, hogy nem menedzselt eszközről mit lehet elérni. Nálunk például el lehet érni a levelezést, természetesen mindenhez kell LMFA igazából, tehát olyan nincs, hogy az alól ki lehet bújni, de annál sokkal többet nagyon nem. Tehát nagyjából azt az élményt, amit itt láttatok, nagyjából ez van nálunk. Természetesen egy menedzselt eszközről, ami Intune-ba vagy Azure-ba van beléptetve, arról minden további nélkül elérhetek mindent. Na most, ami még érdekesség, az az, hogy én például, mint user választhatok, hogy domain joinolom az eszközöm, vagy Azure AD joinolom. És igazából egy másfél éve elkezdtem azt választani, hogy Azure AD joinolom, és ugyanúgy működik minden. Tehát tudok nyomtatni, megoldották, hogy cloudban ki van vezetve a nyomtató, tudok filesereket elérni, minden nagyjából működik, viszont ennek az lett a nagyon nagy előnye, hogy kaptam egy gépet az IT-tól, hazavittem, ugye még be is volt rakva autopilotba, és gyakorlatilag minden beállítást megcsinált anélkül, hogy nekem itt valami imidzselést vagy belső hálózati dolgot, és ugye erre rá is voltunk kényszerülve, hiszen nálunk a Microsoftnál hazaküldtek konkrétan a pandémiánál mindenkit, és most gondoljátok bele egy új dolgozó, hogyha belép egy ilyen körülmények között, hogyan oldja meg azt, hogyha nem jöhet be az IT. Viszont nekem egy nagyon pozitív tapasztalatom volt ezzel kapcsolatban a saját környezetemben. Sőt, Árpi, erre még én egy olyat is tudok mondani, hogy ugye nemrégiben bővült itt a Field Engineer csapatunk egy új kollégával, és neki is át kellett venni az eszközét, és tulajdonképpen ott már nem is volt szükség fizikai érintkezésre, hanem tulajdonképpen a jelszó, illetve a credential-jai megkapása után ő teljes egészében tudott dolgozni. És én, amit még szerettem volna tőled megkérdezni, hogy mondtad, hogy te is már viszonylag korán adaptálódtál ez az Azure AD Join világhoz. Mit tapasztaltál performancia szempontból? Performancia szempontból, hát nagyon egyszerű, gyorsabban indul a gép. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy ugye ez egy régi rákfené egyébként a Windows logonnak, ahogy rengeteg group policy-t kell kielemezni, és minél bonyolultabb, minél komplexebb egy hálózat, annál több ilyet fog kielemezni. És egyébként nagyon sok ilyen troubleshootingot is csináltunk, hogy logonnál mi okozza adott esetben a lassulást, azt lehet elmondani, hogy például egy klasszikus domain join-nál az indulási idő, az mondjuk simán egy-két perccel is lehet több, mint egy Azure AD és joinolt gépen. A saját gépemen most nagyjából az a tapasztalat, hogy bekapcsolom, aztán a logon az kb. Pár másodperc alatt ott van. Mi is ugyanezt tapasztaltuk, pont ezzel, ennek kapcsán is érdeklődtem. Úgy látszik, akkor összevágnak itt a tapasztalataink. Ugye maga az Zero Trust az egy alapelv. Természetesen ezt technikák támogatják, és ezekről a technikákról szeretnék még pár szót szólni, és utána nem sokára ezeket élesben is fogjuk gyakorlatilag látni. Maga a Microsoft Azure Active Directory mindennek az alapja. Olyan szinten is mindennek az alapja, hogy a cloud szolgáltatásainkat a Microsoft Azure Active Directory-ba történő hitelesítés követően fogjuk tudni igénybe venni, és minden ilyen szolgáltatás az nagyjából ide vezetékelődik be, tehát az Identity platformja nagyjából minden cloud szolgáltatásunknak az Azure Active Directory. Van egy viszonylag nagy stackünk, ami kifejezetten végpontvédelemre alatt értünk konkrétan viselkedés alapú végpontvédelmet is, illetve menedzsmentet is. Ugye van egy ilyen stackje a Microsoftnak, ami kifejezetten az eszközöknek a menedzsmentjére vonatkozik. Aztán van olyan, ami kifejezetten az alkalmazásokra lő, és itt a Microsoft Cloud App Security-re gondolok. És amit Árpi is mutatott gyakorlatilag azt hiszem röviden, ez a Microsoft Information Protection, amikor pedig dokumentum szinten történik a védelem. Azonban az egész security, illetve compliance policy motornak nagyjából a conditional access a lelke. Conditional access van majdnem minden elérés mögött, úgyhogy én azt javaslom, hogy egy picikét nézzünk bele teoretikusan, hogy maga a conditional access hogy néz ki, illetve milyen formátumban működik, aztán ezen a bejelentkezésen keresztül egy picikét ránézünk, hogy pontosan ez hogy néz ki a gyakorlatban. Ugye a conditional access-nek folyamatosan jönnek új funkciói, de én azt javaslom, hogy első körben próbáljunk a core funkcionalitásra
lőni egy picikét. Úgyhogy most egy pillanatra tovább megyek, nem szeretnélek titeket ilyen szlájdokkal ijeszgetni, de gyakorlatilag maga a Conditional Access az két nagy részből áll. Egyrészt megadunk egy specifikus kondíciót, mikor történjen a dolog, milyen userrel lép be a felhasználó, honnan lép be a felhasználó, menedzselt vagy nem menedzselt eszközről érkezik, stb. 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 Ez maga a kondíció, és ezt követően erre van egy válasz. Ez történjen ezen kondíciók teljesülése esetén. Nagy általánosságban azt lehet mondani, hogy ezeket a Conditional Access Policy-kat arra használjuk, hogy bizonyos felhős alkalmazások elérése milyen formában történjen. Fogjuk látni, hogy ettől függetlenül lesz majd ennek még egy más ízvilága is, egy más flavorje, abból a szempontból, hogy például meg tudjuk azt mondani, hogy a biztonsági beállításai tekergetése az pontosan milyen körülmények között történjen meg, hiszen ugye az nem egy konkrét alkalmazás, hanem azt mondanám, hogy talán egy ilyen task lista, erre is van lehetőség Conditional Access Policy-kon keresztül. Tehát így fog kinézni tulajdonképpen egy Conditional Access Policy, áll egy Condition Statementből, illetve áll egy Controlból. Nagyjából ez a mintázat. Én azt javasolnám, hogy akkor ezt egy picikét talán nézzük meg élőben, hiszen az úgy a legizgalmasabb. Tehát én azt mondanám, hogy talán még mielőtt ebbe beleugrunk, egy picikét ugyancsak Árpi mondani valójára rákötve, szeretném egy picikét megmutatni a biztonsági élményt. Tehát ebben a pillanatban, ugye be vagyok jelentkezve egy olyan gépre, ami egy menedzselt gép, és ebben a menedzselt gépben megnyitottam a saját accountom tulajdonságait. Rengeteg dolgot tudok innen elvégezni, tehát ebből a szempontból talán ez azért is fontos, mert magukról az adminisztrátorokról egy viszonylagosan nagy terhet fogunk tudni levenni azáltal, hogy ezek a lehetőségek rendelkezésre állnak. Miket Milyen egy pár csinál? Szót említesz, hogy mi ez a portál, és hogy lehet ezt elérni, vagy ilyen, hogyan érje el a user? Természetesen. Tehát abban az esetben, hogyha be vagyunk jelentkezve magára erre a gépre, akkor az akka.ms per MySecurityInfo segítségével meg tudjuk nyitni ezt a portált. Ugye ez erre a mysigninst.microsoft.com-ra fog minket átdobni. Itt egy halom biztonsággal kapcsolatos dolgot fogunk tudni megcsinálni. Ugye lehet látni, hogy ahol landolunk, az például a bejelentkezési metódusok, egész pontosan az MFA metódusoknak a szájtja, ahol ugye új metódust tudunk hozzávenni, le tudunk törölni régieket, hogyha azok az eszközök már nincsenek meg, példának okáért. Ugyancsak ez az oldal tartalmazza azt az információt is, hogy például milyen eszközeink vannak. Ezeket az eszközöket innen tudjuk menedzselni, látható, hogy kettő van jelen pillanatban ennek az accountnak a nevére társítva, az egyik aktív, a másik nem aktív. Lehet látni, hogy például ő Intune által van menedzselve, sőt, BitLockerrel van titkosítva, én most nagyon kíváncsi felhasználó vagyok, én meg is kérdezem azonnal, hogy mi ennek a gépnek a BitLocker recovery kulcsa, elrakjuk, hát, ha még szükség lesz rá, természetesen. Ugye, amit láttok, az fontos, hogy ez nem egy admin portál, ez a usernek a saját portálja, amin az alap dolgait meg tudja nézni. Így van, tehát én egy teljesen hétköznapi felhasználó vagyok, a hozzám társított gép adatait vizsgáltam meg, illetve a hozzám társított egyéb állításokat tudok megtenni. A normál taszkokon kívül, tehát természetesen jelszóváltoztatás az minden user saját privilégiuma kell, hogy legyen. A normál dolgokon kívül azért nem sokára meg fogom mutatni, hogy vannak azért még itt érdekességek. Most nem fogom megváltoztatni a jelszót, azonban példának okáért én meg fogom azt tenni, hogy innen a saját kis profilomból, mindjárt visszalépek erre a My Security Info-ra, én például megnézem az én saját bejelentkezéseimet. Ugye normális módon egy on-premises, vagy úgy mondanám, hogy egy legacy környezetben a sign-in activity az tulajdonképpen csak az adminokra tartozik. Azonban itt az Azure AD-n keresztül, az Azure AD-n lekérdezve mi a saját kis bejelentkezési kísérleteinket is le tudjuk kérdezni. Ráadásul ugye azt is látjuk, hogy mi az, ami sikeres volt, és mi az, ami nem. Lehet látni, hogy például tegnap 4 óra 22-kor láthatóan Berlinből indult egy ilyen jellegű kísérlet, ami nem is sikerült. Még azt is meg tudjuk mondani, hogy ezek mi voltunk, vagy nem. Ezen kívül pedig természetesen ugye a sikeres kísérletek ugyanolyan szépen fel vannak sorolva, ezek megjeleníthetőek. Azt majd fogjuk látni, hogy egyébként egy admin is nagyjából ennyit lát, azért ez ebben a formában természetesen eléggé elnagyolt volt, egy admin sokkal többet, de azt mondanám, hogy a bejelentkezés ténye, maga az applikáció, a lokáció, az mind-mind-mind látható a végfelhasználó számára is. Jó? Tehát van erre vonatkozóan lehetőség.
Viszont én egy picikét akkor most már visszamennék az admin élményre, ugye ez nagyjából itt a végfelhasználók számára nyújtott élmény volt. Egy picikét visszamennék az admin élményre, és ugye ígértem még az elején, hogy beszélni fogunk arról, hogy ez az application proxy megoldás, ez hogy néz ki élesben, hogy néz ki konkrétan magán a felületen. Hogyha megnyitjuk az Azure előfizetésünket, és az Azure előfizetésünkben benavigálunk az Azure Active Directory-ba, akkor itt lesz egy Enterprise Application nevű szegmens. Az Enterprise Application-ből én ki is kerestem azt az alkalmazást, amire ARPI ráklikkelt, ez az OVA On-Prem nevű alkalmazás, és szeretném nektek megmutatni, hogy pontosan hogy áll ez az egész össze. Ennek van tulajdonképpen egy Application Proxy beállítása, ahol megadjuk a belső URL-t, megadjuk a külső URL-t, és van még egy-két egyéb beállítás, egy certificate-et kell megadni, néhány olyan beállítás, hogy persistent session-eket használunk-e, vagy sem, fordítjuk-e az URL header-öket, vagy sem. Tehát nagyon egyszerűen ezzel az egy oldallal be tudjuk állítani magát a publikációt. Ez a része maga a publikáció. Ettől függetlenül ugye van még egy feladatunk, ami szintén nem túl bonyolult, hogyha a publikáció beállítása megtörtént, akkor kelleni fog még egy Application Proxy Connector telepítést megcsinálnunk. Ez viszont konkrétan egy Next-Next Finish. Tehát ez azt jelenti, hogy ennek az összerakása, kezdve attól, hogy feltelepül ez a Connector Group, már csak annyiból áll, hogy ezt a publikációt, amit az imént mutattam, meg kell csinálni, és ez egyáltalán nem bonyolult semmilyen szempontból. Ezt ide fel tudjuk venni, a megfelelő URL-eket be tudjuk állítani, és onnantól kezdve maga az applikáció, illetve tulajdonképpen a konnektor az egy gyönyörű szépen egymásra fog találni. Jó, tehát ez nagyon-nagyon egyszerű ebből a szempontból. Ez ugye a varázslatnak az egyik része. Ez a varázslatnak az a része, hogy ezeket elérhetővé tudjuk tenni tulajdonképpen a külvilág számára is. Azonban egy érdekes kérdés, hogy mindezt akkor hogyan fogjuk megvédeni. Ugye ARPI-nál ez a teszt során nem látszott, de amikor ő belépett az ő kis sessionjébe, akkor tulajdonképpen ezt egy menedzselt eszközről tette. Nem tévedek, ARPI, igaz? Ez egy menedzselt eszközről történt. Így van. Így van. Ez ebben az esetben elfogadható, hiszen láttuk, hogy nem volt multifaktor autentikáció, legalábbis a belépés során. Viszont nem szeretnénk úgy egy cloud alkalmazást a vad világ számára elérhetővé tenni, hogy azzal ne történjen semmilyen multifaktor autentikáció. Úgyhogy nézzük meg, hogy magát ezt a publikált alkalmazást mi védi. Ez pedig egy Conditional Access szabály lesz. Én át is jöttem ide a Conditional Access tabra, és szeretném is nektek megmutatni azt a szabályt, ami ARPI-nak a publikált OVA megoldásának a védelméért felel. Ugye említettem, hogy egy ilyen szabály két részből áll. Egyrészt áll kondíciókból, másrészt áll kontrollokból. A kondíciókon gyorsan szaladjunk végig. Látható, hogy userek szempontjából egy konkrét grup van ide beadva, ez a C1 nevű grup, valószínűsíthetően ez tartalmazza azt a felhasználót, akivel ARPI dolgozott. Alkalmazások szempontjából három alkalmazás található itt, melyek közül az egyik az OVA On-Prem, tehát ez azt jelenti, hogy egy ilyen bejelentkezésnél bizony-bizony ez igaz lesz ez a szabály, és három darab kondíció van kiválasztva. Azt mondtuk, hogy eszközök szempontjából vagy Windows, vagy macOS lesz az, amire ez a szabály rátalál, és ezen kívül azt is mondtuk, hogy böngészőből történő hitelesítés esetén legyen igaz ez a szabály. És a varázslat, pontosabban úgy mondanám, hogy maga a lényege a policy-nek az talán itt jön. Azt mondjuk, hogy minden egyes device állapotra legyen igaz ez a policy, viszont azokat az eszközöket, akik hybrid Azure AD joinoltak, vagy ne adj Isten compliantként vannak megjelölve, tehát menedzseljük is őket valamilyen szinten, azokat ebből a kosárból kivesszük. Ugyanis, hogyha nem erről van szó, tehát a szabály igaz, illetve a szabály ezekre az eszközökre rátalál, akkor azt mondjuk, hogy csak és kizárólag úgy fogjuk megengedélyezni a hozzáférést, hogy az multifaktor autentikáció segítségével hitelesítve legyen. Tehát kizártuk lényegében a szabály alól azokat, akik mondjuk megbízható eszközről jönnek, mert ne terheljük őket plusz MFA-val. Pontosan így van. Én azt gondolom, hogy ami még érdekes, és egy picikét talán szeretném most vizsgálgatni, az ugye az a furcsa kis torböngészős bejelentkezés. Én arra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Van egy nagyszerű reporting része ennek a Conditional Access szabályrendszernek tulajdonképpen, ahol rá lehet nézni arra, hogy milyen hibás bejelentkezési kísérlet történt, és adott esetben ez miért történt így.
Ezt többféleképpen meg lehet tenni. Én most azon gondolkozom, hogy ez melyik usereddel is történt, Árpi, hogyha tudnál nekem ebben egy picit segíteni, azt megköszönném szépen. Ugye ez elviekben a Petya egy volt, vagy Tihamér, hogyha jól emlékszem? Tihamér volt, de és az nem sikerült, azt hiszem. Az nem sikerült. Szerintem egyelőre azt mutasd meg, hogy például az OVA on-prem, tehát az a szabály, ami elkapta az OVA on-premet, az még egyébként milyen forgalmat enged be. Tehát például ez a portál arra is nagyon jó, hogy azt meg tudjuk nézni, hogyha így, igazából fogalmunk sincs, hogy most az adott szabály az milyen appokra vonatkozik, akkor itt live-ba meg tudjuk nézni. Tehát, hogyha kiválasztod mondjuk a fönt a successful logonoknál, így van, és még fölül még egy kis csúszkában ott a condition access, így van, és mondjuk ott kiválasztod így van, azt az elfást, akkor live-ban látjuk azt, hogy valóban igaz-e az, hogy az OVA on-premet ez a szabály, condition access szabály engedi be, és itt már igen látni fogod gyakorlatilag a Tihamér nevű userem. Ugye ez a sikeres logonokra szültél. Így van. Ugye többféleképpen lehet ezeket a Conditional Access szabályokat vizsgálgatni. Ez, amit most itt megmutattunk, a Conditional Access Insights and Reporting, az egy picikét a Conditional Access szabályok oldaláról fogja ezt a dolgot megfogni. Tehát ő megmondja, hogy bizonyos Conditional Access szabályok milyen alkalmazásokra vonatkoztak, illetve milyen bejelentkezéseknél voltak jelen tulajdonképpen. Meg tudjuk ezt az egész dolgot közelíteni a másik oldalról is. Tehát tudunk egy olyat mondani, hogy nézzük ezt meg sign-in oldalról, tehát vizsgáljuk meg ezt az egészet sign-in oldalról, és nézzük meg, hogy pontosan mikor mi történt, és adott esetben, hogyha az nem sikerült, akkor miért nem sikerült. Ugye én azt mondom, hogy most beszűrök az utolsó egy órára mondjuk, illetve hát lehet, hogy nem is szűrök ennyire. Ugye nézzük meg, hogy itt mi történt. Oké, ugye lehet látni, hogy itt volt jó sok sikeres bejelentkezés, viszont itt azért azt nézzük, hogy aha, nézzétek csak meg. Tehát lehet látni, hogy Tihamér nevű userünk az bizony-bizony sikertelenül próbált bejelentkezni itt 6 óra 13 perckor. Amsterdamból ráadásul. És érdekesen fog ez egy kicsikét kinézni. Ugye azt mondjuk, hogy nem sikerült, mert egy access policy nem engedte meg a biztonsági tokenjének a kiállítását. Hogyha ránézünk a conditional access-re, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag nem nagyon volt ráaplikálva semmilyen conditional access szabály, tehát ez azt jelenti, hogy ő bizony-bizony nem itt hasalt el. Tehát a probléma az nem itt következett be. Meg szeretnék nektek mutatni még egy utolsó szájtot ezzel kapcsolatban. Ugyanis az Azure Active Directory-nak van még egy risk-based része is, és bizony itt történt meg ennek a bejelentkezési kísérletnek a megállítása, ezt Identity Protection-nek hívják. Hogyha ránézünk arra, hogy risky sign-ins, akkor bizony-bizony itt Tihamér fel fog teljesen váratlanul bukkanni majd, és lehet látni, hogy bizony itt 6 óra 13-kor Amsterdamból... Így van, ez már én vagyok. Volt egy ilyen hívás kísérlete, és itt lehet látni, hogy ez bizony egy riski bejelentkezésnek minősült, at risk, és ő azt mondta, hogy ő ezt megállította. Látni fogjuk az összes ezzel kapcsolatos információt, milyen úgymond böngészőből próbált megbejelentkezni a felszínen, nyilván ott ugye megpróbálta ezt feldolgozni, de ami a lényeg, hogy lehet látni, hogy egy anonimus IP címről próbált meg kimenni, és bizony-bizony ez okozta a risknek a bebillentését, és ezért nem sikerült ez a dolog. Jó? Így van, nagy tehát szerint. Alapvetően annyi történt, hogy volt egy policy, ami high riskhez volt hozzárendelve, és egyszerűen a high risk flaggel ellátott sign-inokra azt mondtuk, hogy blokkoljuk kompletten. Egyébként le lehetett volna azt is állítani, hogy mondjuk változtasson jelszót, vagy plusz kérünk tőle MFA-t, meg ilyen egyéb dolgok, hát mi most ezt a legdurvábbat választottuk, hogy blokkoltuk. Igen. Igen. Még a Conditional Access oldalán egyetlen egy szabályt szeretnék nektek megmutatni, és utána egy picit még visszaadom a
gyeplőt ARP-nak. Ugye említettük azt, hogy a legtöbb cloud applikáció elérését gyönyörű szépen fogjuk tudni ezzel úgymond állítani. Azonban van még egy nagyon fontos dolog. Ez pedig az, hogy példának okáért említettem egy olyan megoldást, hogy nem feltétlenül konkrét applikációra kell nekünk lőnünk, de tudunk olyat is csinálni, hogy egy konkrét user actionre targeteljük ezt a policy-t. Ez látható itt a Register Security Information Control nevű policy-ban. Meg tudnánk azt is nézni, hogy melyik userekre vonatkozik, de itt nem ez lesz számunkra a fontos, hanem talán ez a rész, ahol is nem azt választottuk ki, hogy lövünk egy cloud alkalmazást, kiválasztunk valamit, hanem a User Actions szekció alatt van egy Register Security Information nevű kategória. Ez azt jelenti, hogyha ez a Conditional Access Policy egy bejelentkezésre igaz lesz, hogyha végignéznénk, akkor azt látnánk benne, hogy szintén akkor lesz igaz, hogyha nem regisztrált eszközről érkezik a felhasználó, akkor bizonyos lehetőségeket, ami például a jelszóváltoztatás, ez tartozik nagyjából ide, azt egészen egyszerűen blokkoljuk és nem fogjuk engedélyezni. Innen lehet látni, hogy a maga Conditional Access, mint kontroll lehetőség egy rettentően széles körű eszköz. Nagyon sok mindenre használható. Rengeteg, hogy úgy mondjam, olyan jellegű lehetőség is van benne, amit sajnos az idő szűkében most nem tudunk, vagy nem tudtunk nektek megmutatni. Azonban én egy rövid intermezzo erejéig akkor még átadom Árpinak a lehetőséget. Köszönöm szépen. Egy gyors kérdés, Milán, hogy még csak erre a policy-re visszatennek, mi volt a lényege? Tehát miért kellett ezt nekünk, vagy mi volt az eredménye ennek a policy-nak, hogy ez a Registered Security Device, miért kell ezt körbevétel? Mi volt a célja az adminnak, hogy ezt a policy-t létrehozta? Mi van, ha nincs ilyen policy? Hogyha nincs ilyen policy, akkor ugye könnyedén előfordulhat az a szituáció, ugye nézzük meg a kondíciókat egy pillanatra, könnyedén előfordulhat az a szituáció, hogy tulajdonképpen jön egy gép, egy teljesen különálló, nem menedzselt gép, és erre a My Security Info oldalra, amit az imént mutattam nektek, be fog tudni jelentkezni a felhasználó adataival. És ezt nem szeretnénk. Tehát mindenféleképpen ezt a kontrollt szeretnénk megtartani a saját kezünkben, hogy ilyen jellegű információknak a módosítása, akár az MFA-ra történő regisztráció, az csak és kizárólag olyan gépről tudjon történni, amelyben meg tudunk bízni. Tehát képzeljük el azt, hogy hiába kényszerítünk ugye multifaktor autentikációt egy gépre, ha az még nincs regisztrálva, akkor azt nem szeretnénk egy külső gépről megtenni. Tehát emiatt van szükség erre a policy-ra. Így van, köszi Milán, és igazából ennek az lett az eredménye, hogy például ezt a sign-in portált, amit a Milán mutatott, ahol a user saját biztonsággal kapcsolatos infóit meg tudta változtatni, ez csak is egy regisztrált belső gépről lehet, hybrid AD joinolt gépről, de ezt egyébként lehetett volna még cifrázni azzal, hogy egy valamilyen IP cím mögül, vagy valamilyen hálózati szegmens mögül. Én azért szeretem egyébként sokkal jobban a device state-hez kötni ezt, hiszen az IP cím, mint információ, azt én nem tekintem megbízható dolognak biztonsági szempontból. De ugye IP címet lehet spoofolni, be lehet úgy ülni egy IP cím megé, hogy nem is vagyok igazából regisztrált eszköz, és a többi, és a többi. Meg a másik, hogy ezeket az eszközöket most már azért hazaviszi a user, és lehet, hogy egy olyan hálózati IP mögött ül, amit egyáltalán nem ismer ez a policy, úgyhogy ez is az egyik oka. Igazából azzal a sztorival folytatjuk, hogy tegyük fel, hogy most én is egy ilyen kis admin-t fogok itt játszani a háttérben. Emlékeztek még arra, amikor Mirán, mint user, föllépett a Security Info portálra, és kiolvasta a BitLocker kulcsát. Na hát én ezt nem nagyon szeretném, hogy csak így kiolvasgassanak kulcsokat, illetve hát szeretném, csak erről mindig tudni akarok, hogy ilyen esemény történik. Egy ilyen riasztást készítettem el, tehát hogy valaki fölmegy a portáljára, és kiolvas a security portál, és kiolvassa a BitLocker kulcsát, arra én szerettem volna látni egy alertet. Ez nem biztos, hogy ez egy biztonsági esemény még, de én ezeket szeretném látni. Ezt látjátok itt egyébként. Ez egy Azure Sentinel felületen látható most. Ez az alert jött egyébként pont hát egy pár perccel ezelőtt, ilyen kb. 10 perces késleltetése van ennek az egésznek, mégpedig úgy működik, hogy ez a háttérben 5 percenként lefuttat egy query-t, megnézi, hogy volt-e ilyen BitLocker read, kulcs read event, és egyébként ez kiszedi azokat az eventeket is, ami
arra vonatkozik, hogy a user végezte el ennek a kulcsnak a kiolvasását, és azokat is, amelyeket egy admin végzett el, tehát itt igazából minden össze lesz korrelálva. Itt pont látjátok is, hogy itt, hogyha a jobb oldalra belenézek egy picit, itt az entitásokat látom, hogy ki volt a user, és melyik gépen történt ez a kiolvasás. Egy picit megnyitom nektek ezt az alertet. Ugye a Sentinelről csak nagyon röviden annyit, hogy ugye ez a Microsoftnak a log elemző, SIEM és automatizációra építő megoldása. Annyi történt, hogy gyakorlatilag ezt a környezetet én még levédtem egy Azure Sentinel-lel, és ilyen egyedi riasztásokat készítettem el benne, mint például ez is, hogy valaki kiolvas egy BitLocker kulcsot, akkor én szeretném látni, hogy ki volt az illető, és melyik gépen tette ezt meg. Most egy ilyen alertnél milyen mit látok? Gyakorlatilag látom magát az alertet, látom az entitásokat, hogy ki volt a user, ki volt a gép. Egyébként például, hogyha belemegyek magába az alertbe, akkor konkrétan az Azure Active Directory is eventet is meg tudom nézni, tehát egészen mélyéig le tudok menni a dolognak. Itt ugye azt látjátok, hogy ez a user által volt végrehajtva a kiolvasás, ez volt a BitLockernek az ID-ja, ezen a gépen történt ez a kiolvasás, ez volt a device ID, és egyébként itt még van egy kis szöveg is, ami magából az eventből jön, successfully retrieved BitLocker recovery key. Ez maga az Azure Active Directory logója, annyit csináltam, hogy ebből kiszedtem a nekem érdekes infót, és csináltam belőle egy szép kis alertet. És akkor nagyjából el is érkeztünk itt a kontrolloknak a végére. Tehát látjátok, hogy egész komolyan körbe lehet ezt bástyázni, ezt a világot. Én egy utolsó dolgot szeretnék még nektek itt megmutatni, és ez nem is volt annyira tervben, megmondom őszintén, de mivel fölvillant már a portálon, ezért nem tudok elmenni mellette. Milán, pont te mutattad, Filter for Devices, ez tegnap még nem volt itt. Hányszor jártam én így már, amikor Azure demoztam? Tegnap mind még nem. Mindannyian így vagyunk, igen. Atya is. Na, de egyébként én ezt vártam már, ezt a funkciót. Ennek az a lényege, hogy még egy plusz kontroll tud adni a Conditional Access-hez, mégpedig az, hogy device szinten tudok filterezni, nem csak annyit tudok filterezni, hogy most akkor hibrid AD joinolt vagy compliant, hanem sokkal granulárisabban, tehát például névkonvencióra, bármit, igazából egy expression-nel ki tudom szűrni ezt az egészet, tehát nem csak a user csoportra, hanem magára a gépre, akire ezt vonatkoztatni akarom. Ez egy nagyon érdekes funkció, és ha már itt tartunk, hogy honnan jön ez az egész, erről volt egy szlájdom. Lényegében annyira friss még a dolog, hogy éppen zajló RSA konferencián jelentettük be ezeket az újdonságokat. Néhány ilyet szeretnék csak így fölvillantani, ami kimondottan a Conditional Access-re vonatkozik. Named Location GPS alapján, ez egy nagyon érdekes újdonság. Meg is nyitom ezt a cikket, amiben ez benne van, csak hogy legyen fogalmunk arról, hogy ez kb. Micsoda. Ugye GPS lokáció, ugye eddig a lokációt IP cím alapján határozta meg az Azure Active Directory, most már lehet készíteni olyan policy-t, ami gyakorlatilag megköveteli a usernek, hogy submittálja a GPS lokációját. Mire jó ez? Például, hogyha van egy olyan publikációm, ami országhoz van, országnak kell megfelelnie az adott usernek. Tehát ugye hogyan lehet kikerülni mostanában? Hát valami publikus proxyn át, viszem azt, akkor már is egy másik országnak az IP címéből fogok jönni. Na, ezzel nem lehet átverni, de itt azt mondod, hogy figyelj, itt csak úgy jössz be, hogyha az MFA regisztráció során még azt is elküldött pluszba információként, hogy mi a GPS lokációt. Nyilván a usernek ezt jóvá kell hagyni. A másik ugye ez a device filter, amit említettem, ez is egy nagyon érdekes funkció. Nagyjából az a lényege, hogy plusz granularitást ad a conditional access-nek. Ami még érdekesség is most jön, és ezzel én is többször szembesültem, hát a change, tehát hogy a változásoknak a naplózása. Ugye most is, amikor Milánnal készültünk erre a demóra, csomót változtatgattunk, és tök jó lenne látni ezt, hogy ki, mikor, mit csinált, mit módosított.
Eddig én ezt meg is tudtam oltani egyébként Azure Sentinel-lel, relatíve ilyen félig fapados mahinált módon, de most ez a funkció most már le lesz fejlesztve, tehát lesz change logja gyakorlatilag a Conditional Access-nek. Named location-ök, annyi lesz az újdonság, hogy most már IPv6 címeket is meg lehet adni named location-nek, tehát mondjuk egy CIA policy-t IP cím alapján szeretnék valamihez hozzárendelni. A search, ezek ilyen kis apróságok, hogy lehet szortírozni, keresni, és a többi, és még egy nagyon érdekes újdonság az az, hogy gyakorlatilag conditional access tudjuk majd vonatkoztatni az RDP-s és mondjuk az SSH-s bejelentkezésekre, az Azure-ban futó gépekre. Ugye ez működött egyébként Windows gépekre is, annyi az újdonság, hogy ez most a Linux-ra is működni fog. Úgyhogy nagyjából ennyi lett volna a Conditional Access-nek a története a mai napon. Én szeretném megköszönni a figyelmeteket, és nem tudom, hogy voltak-e itt kérdések közben. Ha lennének kérdések, akkor még egy ilyen 5 percet tudunk maradni, és nyugodtan kérdezgessetek. Így van, igen, neked hogy tetszettek ezek az új funkciók? Vagy te ezt ismerted? Őszinte leszek, nagyon rohan ugye a világ, ahogy te is észrevetted, tulajdonképpen most akár élő prezentálás közben is bele tudunk futni olyan funkcióba, ami idáig még nem volt ott. Ezek nekem most újak voltak, be kell, hogy valljam, ugye most én is másra voltam elfoglalva, de ez a GPS lokáció alapú, ez például nagyon-nagyon tetszik. A Filter for Devices-ról bevallom őszintén tudtam, olyan szempontból, hogy már nagyon régóta vártuk, úgyhogy többször indult ugye ilyen beszélgetés a Product Group, hogy mikor lesz, arra viszont számítottam. Nagyon tetszik egyébként, szimpatikus abszolút. Illetve az Azure VM-ekbe történő Azure AD Login az szintén egy olyan dolog, ami, hogyha jól tudom, Windows-ra már ugye preview-ban volt. Igen. Nagyon örülök neki, hogy ez most már végleges lesz, úgyhogy szerintem abszolút szuper az irány, én azt látom. Illetve hát azt tényleg ki kell emelni, hogy ez most már maga a Conditional Access Stack, nem a jövő, hanem a jelen, rengeteg ügyfelünk használja már. Van, akiknek tényleg kifejezetten komoly szabályrendszereik vannak, és az egész identity struktúrát erre építik fel. Én azt mondom, hogy nagyon-nagyon jó használható, és ha végfelhasználóként kell értékelnem, nem tudom, Árpi, téged zavart egyébként ez valaha, vagy okozott esetleg fennakadást a munkavégzésben, hogy Conditional Access szabályokkal? Nem, én szerettem, és még egy dolgot hadd emeljek ki, amely egy end user élmény szempontjából nézem, hogy tök mindegy, hogy telefonról jövök, vagy desktopról, tehát igazából ugyanazt az élményt biztosítja. Nekem ez az, ami még tetszik benne. Az, hogy például mi a Microsofton belül ezt a self-service portált meg tök régóta használjuk, ennek különböző verzióját, az meg azért nagyon tetszett, mert hát a jelszavakat én is nyilván simán elfelejtem. BitLocker, de atyaisten hányszor jártam úgy, hogy valami miatt kérte a kulcsot, és akkor most nyilván hétvégén, meg most akkor hívogassam az IT-t, szóval tök jó, hogy voltak ilyen funkciók. Nyilván azzal tisztában vagyok, hogy ezeket körbe kell vástyázni, meg védeni. Az MFA az tök alap, az már hozzászokott mindenki. És még egy érdekes dolgot hadd emeljek ki, ugye a jelszavak, ugye neked mik a tapasztalataid, te mikor írtál be céges jelszót utoljára a gépeden, Milán? Tudod egyetem, ja? Beugratos kérdés. Nem, képzeld el, hogy nem tudom. Tehát annál is inkább nem, mert én jó magam egyébként foglalkozom, van egy ilyen szolgáltatás a Microsoftnak, hogy Onboarding Accelerator for Passwordless Authentication. Én ezzel az utazással segítek cégeket, tehát én szoktam ezzel foglalkozni, de be kell vallanom, hogy nem tudnám megmondani. Nagyon régóta nem használtam. Ténylegesen utoljára talán akkor, amikor a telefonomat összeraktam, és valamilyen ideiglenes oknál fogva egyszer kérte, de így van. Tehát ez az egész Azure AD Stack, ez egy picikét hozzásegít ahhoz, hogy elindulj egy olyan úton, itt organizációként, hogy ne legyenek jelszavak. Mi sem vagyunk még ott, tehát ennek egy 4 fázisú folyamata a lelke tulajdonképpen. Ez a keresni egy olyan megoldást, ami kiválthatja a jelszavakat, aztán utána 2 tandemben üzemeltetni egymás mellett, aztán utána szimulálni azt, hogy passwordless világban élünk, úgyhogy a passwordok ettől függetlenül még megvannak. Mi most ebben vagyunk.
és ennek lesz egy negyedik fázisa, amit technikailag még most nem látunk előre, hogy amikor már egyáltalán nem lesznek jelszavak. Ez egy nagyon érdekes... Ez egy következő előadásnak is jó lenne, ez a password lesz világ, hogyan kell ezt abszolút, megcsinálni. Abszolút, abszolút. Nyitott vagyok rá, nagyon érdekes egyébként. Jó. Hát köszönjük szépen a figyelmet, és akkor mindenkinek kellemes estét kívánok. Reméljük az idő is jó lesz mostantól már. Sziasztok! Szép estét kívánok nektek, sziasztok!